A Mi Hazánk mozgalom már évek óta felvette a harcot a végrehajtó maffiával szemben, köztük ugye a hozzájuk szorosan fűződő pénzügyi rendszerrel szemben is, ugye, amiben beletartozik a közjegyzők, a követeléskezelők és nyilván a bankok is. És több éve már járunk kilakoltatásokra, hogy a bajba jutott adósokon valamilyen úton módon próbáljunk segíteni, és a kilátástalan helyzetüket valamilyen módon próbáljuk orvosolni. Ezért is tennék most egy szolidáris felhívást, hogy jövő héten, a szeptember 28-án reggel 7 órakor Budapesten a 12. kerületben a Galgóczi út 1-3 szám alatti kilakoltatásra szeretnénk minél több ember toborozni. Legyünk ott minél többen, és a kilakoltatás előtt álló családot pedig próbáljuk támogatni ott a helyszínen a jelenlétünkkel. Számítunk mindenkinek a jelenlétére, hogy megpróbáljuk megakadályozni ezt a kilakoltatást, és nem csak a Mi Hazánk mozgalom áll ki a bajba jutott kilakoltatás előtt álló embereken, hanem a Magyar Önvédelmi Mozgalom is, és ők is ott lesznek a helyszínen. A budapesti elnökünk áll itt mellettem, a Magyar Önvédelmi Mozgalomnak, Bartal András. Igen, üdvözlök mindenkit, Bartal András vagyok, a Magyar Önvédelmi Mozgalom budapesti vezetőjeként. És mint felelős vezető kijelentem azt, hogy ezen a kilakoltatáson a bajtársakkal meg fogunk jelenni, és szolidaritást vállalunk azzal, hogy itt az imént bejelentett, Mi Hazánk mozgalom által felkarolt, kilakoltatott családot igenis támogatni fogjuk mi is, és szolidárisak leszünk azzal a családdal, melyet most igyekezik mindenáron a végrehajtó kilakoltatni. Minden eszközt meg fogunk arra ragadni, hogy ezt ellehetetlenítsük, és megnehezítsük ezt a feladatot. Az ügy mögött egyébként egy nagyon régóta húzódó végrehajtási ügy áll, és pont ezért is tartjuk ezt a kilakoltatást igazságtalannak, és pont ezért is szólítunk fel minden igaz magyart és bajtársat, hogy legyünk minél többen ezen a kilakoltatáson, szeptember 28-án reggel 7 órakor, és igenis próbáljuk megakadályozni ezt a kilakoltatást, együtt sikerülhet, és folytatjuk a harcot a továbbiakban is a végrehajtó maffia felszámolásáért.